Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás január 2-áig. Itt ezen a képen látható a hetes szám, és az utal a hold energiájára. Az jelenti az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket és az álmokat. De te nem hiszel most az álmaidban. Amire te odafigyelsz, ez itt látható ezen a fán, az ezüst érmék. Ez nem a tiéd, hanem utal másokra, az ő értékeikre, vagy az anyagiakra, vagy a tehetségre, a munkára, vagy a belső értékekre, és te most hajlamos vagy arra, hogy összehasonlítsd magadat másokkal. De ennek nincs értelme, hiszen neked is megvan itt ez az érem, ez az arany érem előtted, ez a tiéd. Sőt, ez értékesebb, mint az ezüst. Tehát te értékesebb vagy, mint mások a környezetedben. Vedd a kezedbe ezt az arany érmét, és légy ennek tudatában. Légy olyan, mint egy király vagy egy királynő, aki uralkodik az érmék felett. Ez nem csak az anyagiakra vagy a hivatásra utal, hanem a belső értékekre is. Te értékes vagy ahhoz, hogy mindazt megkapd az élettől, ahogy te ezt elképzeled, hogy éld az álmaidat. De nem szabad álmodozónak lenni, hiszen a környezetedben vannak itt még kihívások, vagy valaki támad téged, és az a jó, hogyha te visszahúzódó vagy, erre utal itt a hold szimbóluma, és ügyelsz a saját érzelmeidre. Hogy meglegyen ez a belső egyensúly. A következő képen látható az egész világ. Az utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, ez lehet internet kapcsolat is. De ez az utazás, ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, és ez az angyal véd és óv téged. Amit ez a kártya még jelent, a 4 évszak, és az egy évet jelent, hogy egy éven belül mindaz megvalósul, amiről te álmodsz. Itt a hetes szám, a hold energiája, itt a hold, az utal az álmaidra, és egy éven belül az élet nyújtja neked a lehetőségeket, hogy ez az álom megvalósuljon, hiszen itt az érménél a föld eleméről van szó, és az úttal reális dolgokra és értékekre is. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új kezdet indul, egy új periódus az életedben. Itt vannak még korlátozások, nehézségek kezdetben, de ne add fel. Te hozol itt döntéseket, mert te vagy itt ez a királynő. De itt megjelenik ez a király is. Tehát mindketten, te is, ő is fontos döntéseket fogtok hozni, ez sikerekhez vezet. Az a lényeg, hogy legyen kapcsolat, kommunikáció kettőtök között. Mindketten a kezetekbe veszitek ezt a botot, ami jelent egy aktív tevékenységre, egy új kezdetre, a tűz elemére, és itt bátorságról, lelkesedésről is van szó. Ami a párkapcsolatot illeti, a tűz eleme, ami itt látható, utal a szenvedélyekre. Ez a kártya jelenti a múltat, és itt anyagiakról, munkáról, hivatásról van szó. A következő kártya azt jelenti, hogy itt minden összeomlik nálad. Vagy, ami az anyagiakat illeti,
vagy ami a munkát, a hivatást illeti. Ez a torony jelenthet egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet is. Itt valaki megpróbál téged anyagilag kihasználni. Te hajlamos vagy arra, hogy így fog mindent, ami az anyagiakat illeti, hogy megtarthasd ezeket az anyagi dolgokat. Az lehet, hogy ez a kép nem is rád, hanem rá vonatkozik, és emiatt, mivel fél a veszteségtől, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, fél attól, hogy elveszíti a pénzt, így megpróbál valamit még megtartani, de olyan szűkösen érzi magát ebben a helyzetben. Ez lehet a munkahelye, ez lehet egy családi körülmény, vagy még egy párkapcsolat nála, ha esetleg ő még nős, akkor hajlamos arra, hogy megpróbál az anyagiak miatt ebben a kapcsolatban maradni. De ami győz, az itt a szerelem, hiszen ez sokkal fontosabb, ez az érzés, hogy szeretitek egymást, és ő el fog búcsúzni valamitől, vagy valakitől, ő le fogja zárni a múltat. És akkor itt lesz egy szép, harmonikus párkapcsolat kettőtök között, erre utal a kettes szám. Ahol még van egy kis húzavona, az a munkát illeti, erre utal ez a kép, itt lesznek változások. Itt valami megfordul nálad, mert először úgy látható, én mutatom a képet, mintha úgy minden a feje tetejére állt volna, és elveszíted a talajt a lábad alól, ez a munkahelyi körülményeket jelenti. De ahogy látható volt, ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor minden másképpen néz ki, másképp látod a dolgokat, és itt ez a kígyó utal a gyógyító erőre, vagy egészségügyi témákra, amit a kígyó még szimbolizál, ezek a megújulások, ugyanúgy, mint itt, ezen a kártyán, mint egy új kezdet, egy újjászületés, és hát a munkára, a hivatásra vonatkozik. Itt is látható a négyes szám, mennyire fontos a biztonság érzete, nem csak a párkapcsolat területén, hanem a munkát illetően is. Itt látható ez a meditálás, és meg lesznek a lehetőségek arra, hogy valami változzon, javuljon a munkát, a hivatást, az anyagiakat illetően, és pontosan ebbe az irányba fordulnak az események, tényleg lesz itt majd egy fordulat. Ami megnyugtató, az a szerelem, a párkapcsolat. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel!